300 fokos sütőben pirítsd 35 percig. Köszkeren, de ez volna az én mexikói lazányém. Klassz. Jeffel el se tudjuk képzelni, mit élsz át. Képzeld el azt, hogy Jeffet elüti egy kocsi, és meghal. Véresen és váratlan. Hát ilyen. Jó, majd visszaadod a tálat, amikor tudod. Üdv a menny barátai között. Úgy látom, újak is vannak ma köztünk. Judy vagyok. Jen. Remélem, nem lesz kínos. Megölelhetlek? Nem. Jól van. 8 hónapja veszítettem el a vőlegényemet. Rém páratlanul. Mióta Ted meghalt, nem aludtam. Egyáltalán. Várj, én is virasztok. Nyugodtan hív fel, és majd együtt nem alszunk. Szia! Megkaptad? Ő az? Nem, a másik férjem. Ó, van másik is. De jó neked. Ágyban vagy? Igen. Mi van rajtad? Csak egy macinaci. Lassíts. Ha? Hangyás egy csaj vagy, Jenny. Gyakran csinálod ezt? Csak ha látok egy emberi méretű horpadást egy lökhárítón. Nehéz lehet abban a nagyházban szív nélkül. A vendégházam nyitva. Örülnék, ha ott lennél. Fiúk, ő Judy. Hello. Itt van apa! Azt hiszi, a madár a halott apja. Talán tényleg ő az. Tök gáz, hogy itt van. Mi ez? Besza... Nem is ismered őt. Lehet, hogy totázakkal. Judy Hill-t keressük. Miért keresik Judyt? Mondjuk, hogy bárhová megy Judy, oda követi a kezd. Ez valami játék a részedről? Sok szükségről nem is tudsz. A gyász fura dolgokat várt az emberből. Ismerlek. Jó ember vagy. Bár bolond. Meghívtál egy bűnözőt az otthonodba. Ő az egyetlen, akire számíthatok, aki nem érezteti azt, hogy leszerepelek mindenben. Lassíts a s***! Egy özvegy járja a város bosszúálló hősként. Bár a szeretlek. I'm feeling good. Hiányzol szívem. És hadd mondjam el. Jó, menj. Csak kipróbáltam. Meg te is.